Értelem áll a dolgoknak irányt, és nem tömegek. Ha közhaszon az A, saját haszon a B, és nem viszont. 1847. A legnagyobb magyar gróf Széchenyi István írta akkor ezeket a sorokat. És sajnos ezek máig aktuálisak, de reméljük, hogy mától, mint egy végrehajtandó politikai program szerves és nélkülözhetetlen részei megvalósulnak ebben az országban. Szinte minden egyes feltétele mögött sok-sok bűn, vagy politikai tapasztalat, vagy hiba, vagy félreértés, vagy túlzás lakozik. Mert ezeket most itt nem elemzem. De a lényeg, hogy a haza lett a fő cél, nem a párt. Hogy nem gyakorolja ugyanaz a testület a vezetést és a kontrollt egyszerre. És ha a közhaszon lett most már az A, és a saját haszon a B, hogy csak néhányat citáljak és emeljek ki ismét. Tisztelt nézőink, 12 órától már csak néhány pillanat vár el. A tervek szerint a déli harangszó hangzik majd itt fel, és utána kerül sor az ünnepélyes aktusra. Nagy taps fogadja az Országház erkélyi megjelenő Szűrös Mátyás. Azt hiszem, ez az ő életének is talán legnagyobb pillanata. Figyeljük, lássuk, hallgassuk őt. Ide kellett volna jönni fölénk. Igen, igen. Köszönöm szépen, pont. Természetesen a tömeg is megindult a téren. Afelé, az erkély felé, ahol Szűrös Mátyás elfoglalta helyét. Az ünnepélyes bejelentésre a déli harangszó után kerül majd sor. Egyébként egészen elképesztő a külföldi sajtó érdeklődése is, egy olyan emelvényen állok, amely csoda, hogy még bír minket, annyit a televíziós tudósító kamerákkal, rádiós hipertelekkel, talán mikrofonba is behallatszik időnként egy-egy angol, német, francia, vagy más nyelvű kérés, javaslat, utasítás. Még egyet? És felhangolni. Honfitársaim, magyarok a nagyvilágban, külföldi barátaink! Az Országházból szólok hazánk lakosaihoz, mindazokhoz, akik szívükön viselik Magyarország sorsát. Azokhoz fordulok,
akik határainkon túl megértéssel és rokonszemvel követik emelkedő utunkat, támogatják népünket a gyökeres változtatásokat eredményező erőfeszítéseiben. A köztársaság ideiglenes elnökeként e helyről köszöntöm országunk polgárait, külföldi barátainkat. Ünnepélyesen bejelentem, hogy az országgyűlés által módosított alkotmány kihirdetésével a mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Honfitársaim, tisztelt ünneplő közönség! Most, a 20. század vége felé közeledvén, a szabad, demokratikus Magyarország megteremtésében a Kossuth Lajos, Károly Mihály és a Tildy Zoltán nevével összekapcsolódó előző magyar köztársaságok nyomdokain haladunk, amikor azok demokratikus és nemzeti hagyományainak szellemében, s az utóbbi 40 esztendő, különösen az 1956-os októberi népfelkelés és nemzeti függetlenségi megmozdulás történelmi tanulságaitól is indítatva, megalkottuk az új köztársaság törvényes alapjait. Újabb történelmi szakasz nyitánya ez államunk demokratikus átalakításának útján. Miközben feltárjuk és bevalljuk a múltat, tekintetünket határozottan a jövő felé kell fordítanunk. Eltökélt szándékunk, hogy népünk akarata szerint, amit nem sokára szabad demokratikus választásokon nyilváníthat ki,
végig megyünk. Végig megyünk megkezdett utunkon. A magyar köztársaság független, demokratikus jogállam lesz, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek, amelyben magyar és más nemzetiségű honfitársaink megtalálják számításukat, boldogulásukat, és amelyet biztonságos otthonuknak tekinthetnek. Segítsetek hozzá! Az új köztársaság felelősséget érez a határainkon kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolataik ápolását. A világ haladó és demokratikus vonulatának részeként kívánunk fellépni a nemzetközi szintéren, meggyorsítani hazánk felzárkózását a fejlett országok sorába. Egyszerre fejlesztjük keleti és nyugati kapcsolatainkat, hozzájárulva Európa egységesüléséhez, biztonságának megteremtéséhez és a világ egyetemes problémáinak megoldásához. Változatlanul hazánk nemzeti érdekének tekintjük nagy szomszédunkhoz, a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolataink zavartalan és kiegyensúlyozott fejlesztését. Egyidejűleg a másik vezető világhatalommal, az Amerikai Egyesült Államokkal is jó együttműködésre törekszünk. Alapvető nemzeti érdekünknek tartjuk a jó szomszédi viszony ápolását a környező országokkal. Erősíteni kívánjuk a dunamenti népek összefogását és barátságát a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében. Folytatjuk a nyitás külpolitikáját. Aktív résztvevői kívánunk lenni a nemzetközi cserének és együttműködésnek a gazdaságban és a tudományban, a kultúrában és az emberi jogok érvényesítésében. Tisztelt ünneplő közönség, honfitársaim! A hazához, a haladáshoz, a nemzeti összefogáshoz és a demokráciához, a humanizmushoz fűződő gondolatok és törekvések jegyében mindenkit következetes cselekvésre, kitartó munkára hívok fel az ország jobb jövője érdekében. Csak közös erővel emelhetjük ki az országot
a mélyre süllyedésből, és teremthetjük meg a szabadság, a demokrácia és a jólét anyagi, szellemi feltételeit. Megérdemelné már a nép, hogy végre jókedv és bőség legyen a Duna-Tisza táján. Legyen hosszú életű az új magyar köztársaság, és boldogabb elődeinél! Honfitársaim, magyarok, külföldi vendégeim! Végül pedig, és legfőképpen azt kívánom e jeles napon is, legyen béke a földön, és legyen békesség az emberek között. Kedves nézőink, közvetítést adtunk a Kossuth térről, hazánk új államformájának ünnepi bejelentéséről. És most olvassuk a Képújság híreit.